Mit jelent az arany a közgazdásznak? Dr. Boros Imre válaszol kérdésünkre. Egyfajta különleges áru, amit a árucsere termelt ki magából, és egyre inkább úgynevezett általános egyenértékessé tette. Ez több évezredes fejlődés eredménye volt, és tulajdonképpen a cseréket tette egyszerűvé, mert végül is kialakult egy olyan helyzet, hogy ezért a fémér, súlyra mért fémér, mindent lehetett kapni, mindenre el lehetett cserélni. Következésképpen igyekezett mindenki ennek a birtokába lenni azért, hogy a számára szükséges egyéb dolgokat megszerezze. Magyarán szólva az aranyról elsősorban pénz jut eszembe, és ez az egész kezdődött alulról kis közösségekben, majd nyomult országos szintekre, majd végül nemzetközi rendszerre állt össze, és a fejlett világ pénzeinek középpontjában a 19. század végén egészen az első világháborúig központi szerepet töltött be az arany, mint pénz. Valószínűleg egyrészt azért, mert viszonylag kis mennyiség, nagy értéket képvisel, tehát nem kell a tárolással olyan nagyot foglalkozni. Nagyon fontos, hogy fém minőségében az állagromlása minimális. Akkor, amikor nem használják, akkor egyéb, hogy mondjam, luxus kimutatására is alkalmas. Tehát ezek a tulajdonságai tették alkalmassá arra, hogy általános egyenértékessé mindenre cserélhető pénzáruvá váljon. Az aranyfedezetnek tulajdonképpen az arany standardben volt jelentőség, ez pontosan azt jelentette, hogy az adott pénzben, aminek aranya fedezete, ha a pénz tulajdonos, mondjuk akinek bankói voltak, ez a bankó nem tetszett neki, valamiért besétálhatott a bankba, és meghatározott áron leolvasták neki az aranyat, a színaranyat, amennyit az a bankóért. Ezért képeztek a nemzeti bankok aranyfedezetet, hogy minden pillanatban készen álltak arra, hogy a banki egy tulajdonosok egy része aranyat fog kérni. Ez a fedezet, mint olyan, eltűnt. A modern, úgynevezett modern pénzrendszer, a dollár alapú nemzetközi pénzrendszer, az lényegében ezt kiiktatta. És ezáltal, hogyha a pénzkibocsátás és a pénzforgalom szabályozáson keresztül a kamatszintet is, meg az árfolyam szintet is kénye kedve szerint mozgatja, magyarán szólva ezzel a trükkel gyakorlatilag vagyonokat semmisít meg, és vagyonokat képez, ahol tetszik, ott képez, ahol nem tetszik, ott meg megsemmisít. Kicsit menjünk vissza a történelembe. Amerika felfedezése előtt a magyarországi aranybányák voltak az európai aranykészletek legnagyobb előfordulási helyei. Felvidéken és Erdélyben, és a magyar pénzek azon uralkodók idején, akikre a történelem mondjuk azt jól emlékszik, stabil pénzt is bocsátottak ki, Károly Róbert, Nagy Lajos Mátyás király említeném, bár a pénzkibocsátásnak a joga és haszna az mindig az udvaré volt, viszont a király egyben, ezekben az esetekben vigyázott is a pénzértékre. Nem ötvözte az aranyat mással, nem kurtította az érméket. Ezek általában stabil politikai rendszerek voltak. Szembe például szerencsétlen második Lajos idején, akinek Habsburg Mariska volt a felesége, ugye, és magával hozott egy spanyol szélhámost, azzal próbálták a kincstárat feltölteni éppen Mohács előtt és a Dózsa parasztlázadás után, hogy nyírbálták meg, ötvözték az aranyat, így aztán gyakorlatilag kisűrült a kincstár. Tehát magyarán szólva óriási volt a jelentősége az aranyfedezetnek, és történelem valóban olyan embereket jegyez meg, vagy olyan uralkodókat, ahol a pénz stabil volt, ott a hatalom stabil volt, ott erős volt Magyarország, és erős azok az országok, amelyek ezt teszik. De egyébként az újkori történelemben is azt, hogy mondjam, amikor egy-egy ország kezdett erőre kapni, mint például a Franciaország a forradalom után Napóleon idején, Napóleon létrehozta a központi bankot, kezébe vette a pénzkibocsátát, és aranyfedezetet rakott a frank mögé, vagy például Németországban a Reichsbank, franciákat leverték 71-be, és létrehozták a központi bankjukat, de nevezhetném a osztrák bankot is, amiben egyébként az osztrákok minket még a kiegyezéskor se engedtek be, csak ilyen miután ránk nyomtak 1873-ban egy rendes tőzsdei válságot, 1878-tól szintén rendbe rakták, és az ezüst pénzt is aranyra cserélték. Szóval az arany és az aranyjal kapcsolatos pénzforgalmi szabályozás, amikor a pénzhelyettesének közvetlen kapcsolata van egyben, egy stabil, nem túl gyors, de érzékelhető gazdasági növekedést és jólétet biztosított. Az aranynak fontos szabályozó szerepe van a gazdaságban. Dr. Boros Imre, közgazdász.
Világviszonylatban az arany nélküliség ahhoz járul hozzá, hogy iszonyú mértékben felgyorsult a vagyoni polarizáció. Azt lehet mondani, hogy ma sokkal nagyobb a világ 1%-ának az özvagyomból való részesedése, mint volt 15-20-40 vagy az arany standard idején, és egyébként alulról fölfel a jövedelem tizedek egyre nagyobb része, hol 2, hol 3, hol 4 jövedelem tized kerül a nyomorba. Az Egyesült Államokban is omlik le a középosztály, de Európában is. Most ez óhatatlan társadalmi feszültségekkel jár együtt, meg mindenfélével, amit nem kívánunk. Tehát a pénzrendszernek, és ezáltal akkor visszatérünk az aranyhoz, az arany nélkülisége ezzel járt. Tehát komoly, nagy társadalmi feszültségek forrás. Tehát olyan sok, ugye sok minden szempontból borzalmas volt, mert az ország körforgalmi közlekedési rendszerét elvesztettük, a nyersanyag készleteinek zömét, az erdőket és egyebek mellett az aranyőle helyeket. Ennek ellenére azért a Horthy rendszer néhány év alatt stabilitást, pénzforgalmi stabilitást is létrehozott. Ugye 20-ba volt a trianoni diktátum, és 24-ben létrehozták a jegybankot, és 28-ban kibocsátották a pengőt, ami arany és devizafedezettel rendelkezett, mert valamilyen módon a közös bankból az osztrák-magyar bank aranykészletekhez jutott az ország. Ez olyan 100 tonna körüli arany volt, és amellé még felsorakozott az exportból beszerzett kemény deviza, olyan helyekre, aminél szintén aranyra volt cserélhető a deviza, mint például az angol font, meg a francia franc. Egy részét rúd mennyiségbe lehetett ad aranyra cserélni, nem apró pénzként, de rúd mennyiségbe igen. Tehát arany és deviza fedezet állt elő a Horthy rendszerbe, és ezáltal pengő is stabil volt hosszú ideig. IMF-nek a honlapján elérhető információk, hogy melyik jegybanknak mennyi aranykészlete van. Juhász Gergely. Most a kínaiakról azért azt lehet tudni, hogy ők nem közlik, hogy nekik pontosan mennyi aranyuk van. Az általuk kimutatott 1000 tonna körüli mennyiség, az már bőven nem fedi a valóság, jóval több van nekik. Most ugye az USA-nak van a legtöbb, 8200 tonna. A németek azt hiszem, hogy 3400 tonna körül vannak, tehát nekik is nagyon sok van, svájciak ugye hagyományosan nagyon sok aranyat tartanak, és ha mindezt összeadjuk, akkor azért ez egy nagyon jelentős tétel, amit a jegybankok a deviza tartalékuk részeként tartanak nyilván. A Magyar Jegybank is tart 3 tonna aranyat, ami nyilván nagyon kevés egyfőre esően, tehát ebbe az összehasonlításban Magyarország nagyon-nagyon hátul hullog. Ezért is tartom én fontosnak, hogy ha már a jegybank nem tart aranyat, akkor a lakosság a saját pénzügyi eszközei között halmozzon fel fizikai aranyat. Ennek a kultúrája egy kicsit kikopott. Nem biztos, hogy mindenkinek elmondták a nagyszülei, hogy hogy volt ez a 46-os infláció. Nem kapott ilyen közvetlen élményeket, és ezért nem is hisz benne, hogy ez ellen kell tudni védekezni. Ezt azért mindig újra és újra elmondjuk, hogy azok is, akik még nem hallottak róla, ezt tudatosuljon bennük, hogy van erre egy befektetési eszköz, amitől egyébként mellesleg még akár hozamot is várhatunk, de a legfontosabb az értékőrzés. Tehát én mindig ezt mondom, hogy az értékőrzési funkció a legfontosabb. Mindenkit óva intenék attól, hogy rövid távú, mondjuk ilyen 2-3 hónapos befektetésként kezelje a fizikai aranybefektetést, mert lehet, hogy ugye csalódni fog. Tehát, hogyha ő tudja, hogy neki 2-3 hónap múlva szüksége lesz a pénzre, akkor inkább tényleg fektesse valamilyen banki betétbe vagy hasonló konstrukcióba. Viszont hosszú távú befektetésként nagyon-nagyon jól funkcionál az arany, de vannak komoly árfolyam mozgások. Ha megint lesz egy válság, vagy megint valami óriási nagy balhé lesz, Dr. Boros Imre, akkor az aranyár megint felfele megy, mert valahol természetes ösztöne az embereknek. Azt hiszem évezredek alatt bele kódolt ösztöne, hogy valami fajta örök értékben, olyasmiben, amit már réges-régen felfedezett, amiből mindig valamit valamiért el lehet cserélni, a legnagyobb rossz időkben is, mert tessék csak arra gondolni, második világháború után, mikor a főváros éhezett, akkor általában elindult
indultak egy hátizsákkal, és vitték a smokkokat, és a vidéken elcserélték élelmiszerre. Ugye? Vagy akár 1956-ban is voltak rövid ideig ilyen tranzakciók, de a világ egyéb helyein ma is vannak ilyen tranzakciók, tehát a természetes emberi ösztön az a legnagyobb bajban az értékeit ebbe fele menekíti. Elsősorban aranyba, esetleg más fénybe is, más ezüstbe még mondjuk, de inkább aranyba, mert kicsi helyen elfér, eldugható, stb. Stb. Ami miatt egyébként ezt természetes úton a forgalom kiválasztotta magából. Ez az ösztön talán genetikusan kódolva van az emberekbe. Afelől mennek a dolgok, hogy az egész világgazdaság átrendeződik, és a világgazdaság egy része, az euróatlanti térség itt erőlködik a dolgokkal, és próbálja azt a, hogy mondjam, szubjektív magánpénzt forgalomba tartani, és a világ másik része meg menekül, és érdekes módon ám, azért, ha a világ népességét nézzük, egy jelentős része nyetet mond, mert az 1,3 milliárdos Kína, 1,2 milliárdos India, a 200 milliós Brazília, de Dél-Afrika nem van túl nagy, ezek már nemet mondtak. Ha ennek az összterületét vesszük alapul, az a világ területének jelentős része, ha az össznyersanyagkészletet és energetikai készleteket vesszük fel, szintén nagyon jelentős, ha az összmunkaerőkészleteket vesszük, szintén igaz, hogy ezeknek az átlagfejlettsége még nem az amerikai, meg egyéb, de a növekedési potenciáljuk, ha ez pénzügyileg kézbe és karbatartott rendszerben működik, akkor bizony nagyon versenyképes. És ezek már önálló intézményeket, ellen IMF-et, meg ellen világbankot is csináltak maguknak. Ők becsülik az aranyat, lehet, nincs kizár, hogy ez a rendszer majd egy idő után azt mondja, visszaáll az aranyalapra, és egymás között megtartják a nemzeti valutákat, aranyalapon működő nemzeti valuták. Nincs ez kizárva.